Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy Iker Lang szerelmi jóslás. Egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, ezt az Iker Lang szerelmi jóslást, mert akkor passzol a te helyzetedre. Akkor ez személyes, rád vonatkozik. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Ez a kép itt utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt van egy kis belső feszültség, szomorúság, könnyek. Itt vársz valamire, vagy valakire, de kell a türelem, ami téged jelenleg elszomorít. Most megtekintjük a te gondolataidat. Itt a 4-es szám utal arra, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat, a munkát illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt ez a könyv az jelent valamit, ami írásban jön. Tehát vársz egy hírre. És a papagáj utal a szavakra. Tehát beszélni akarsz vele. Várod azt, hogy ő jelentkezzen, hiszen te szeretnél vele valamit tisztázni. Amit ez a könyv még jelenthet itt a kezedben, hogy olvasol valamit, tanulsz, lehet egy továbbképzés is. És most megtekintjük az érzelmeidet. Itt a 4-es szám újra, ugyanúgy, mint itt, azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, a párkapcsolatot illetően is. Te reménykedsz abban, hogy itt az utcán összefuttok, tehát lesz egy ilyen véletlen találkozás. Vagy azt is jelentheti, hogy ő tervezi ezt a véletlen találkozást, és te érzed, hogy ez közeledik. Most bepillantunk a lelked világába, a mély érzelmekbe. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új szakasz kezdődik az életetekben. Itt van ez a kereszteződés, tehát találkozás. Vannak ugyan még fájdalmas emlékek a múltból, de te ezt szeretnéd vele tisztázni. A következő kép azt mutatja, hogy mi szabadít fel téged, vagy hol vannak korlátozások, mindkettő lehetséges. Itt a képen látható egy ünnepség. Ezek lehetnek családi kapcsolatok. Mindenki olyan boldognak tűnik kifele, hiszen itt a 9-es szám azt jelenti, itt vannak korlátozások. Tehát vagy te, mert ez a te helyzeted, vagy ő, mert ez az ő helyzete, mindkettő lehetséges, kívülre úgy mutatjátok, mintha minden olyan rendben lenne. De nem így van. És itt a mélybe kell nézni, itt vannak problémák, gondok, korlátozások. Ez a 9-es szám úgy hat, mint egy kerítés, amikor oda érkezel, és nem megy tovább. De át kell mászni ezen a kerítésen a másik oldalra, hogy kezdődjön a 10-es szám, mert az jelent egy új kezdetet. És milyen lépéseket fogsz tenni? A közeli jövődet, itt ez a kártya mutatja. Itt újra a 9-es szám jelenti ezt a kerítést, ezt a korlátozást. De itt vannak az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek el tudják távolítani ezeket a korlátozásokat. De mivel az egerek sok mindent fel tudnak falni,
tehát el tudnak bizonyos dolgokat távolítani. Itt vannak nálad félelmek, hogy elveszíted őt. Mi a te leckéd? Mit kellene tanulnod? Itt újra a 9-es szám, ugyanúgy, mint itt és itt. Ez látható, ez a kerítés, tehát korlátozások, de átteszed rajta magadat, az egerek segítenek ezt eltávolítani, legyen meg a bizalmad ehhez, és itt a lepke jelenti akkor a felszabadulás érzetét, ezt a könnyűséget. Az ősi kultúrákban a lepke az szimbolizálta a lelki dolgokat. Tehát az azt jelenti, ő a te lelki társad, vagy ha egy férfi vagy, akkor ez a hölgy a te lelki társnőd, és legyen meg ez a könnyűség a párkapcsolatban, és akkor az tényleg azt közli, hogy itt van köztetek egy lelki kapcsolat, egy ikerláng szerelem. Most megnézzük azt, hogy mi az ő leckéje, mit kell neki tanulnia. Itt ez a torony összeomlik. Lehet, hogy először kivált félelmeket, de néha szükséges ez a változás, mert utána lesz egy új kezdet. Vihar után kisüt a nap. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a 2-es szám tulajdonképpen egy párkapcsolatra utal, esetleg szerződésre, az is lehet. De itt szerelmi témáról van szó, tehát rólad és ő róla. De ahogy látjuk a képen, itt ebben a szobában három személy van. Tehát valaki a háttérben figyelgeti az eseményeket. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. És most megnézzük az ő gondolatait. Itt lesz mozgás, jön ezen a fehér paripán, nem üres kézzel, nem, a kezében van az aranykehely, és az szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt van ez a sors kerék. Ez mindig olyan irányba pörög, ahova tekintünk. Tehát itt kell egy új irány, egy lehetőség kettőtök számára, hogy legyen egy sorsdöntő fordulat, hogy legyenek változások, egy közös életút. Egy irányba kell tekinteni. És ez az ő hite, ez az ő bizalma, hiszen ez a kártya utal az ő érzelmeire. És mit fog tenni? Nyitott lesz érzelmekről beszélni. Itt lesz egy új kezdet, átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami utal az ő érzelmeire. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!